új piacokat Távol-Keleten is érdeklődnek a magyar sertéshús iránt. Lekerül a matrica a rendszámokról, több pontban változnak a műszaki vizsgáztatás szabályai. Turbókörforgalom, sok a panasz az új csomópontra. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv heti hír összefoglalóját látják, Varga Diana vagyok. Már a Távol-Keleten is érdeklődnek a jó minőségű magyar sertéshús iránt, jelentette be Budai Gyula a Gyulai Húskombinát üzemében tett látogatásán. A miniszteri biztos elmondta, a keleti nyitásnak köszönhetően mostanra az orosz embargó miatt kiszorult cégeknek is sikerült piacokat találni. A 150 éves múltra visszatekintő Gyulai Húskombinát 2013-ban önkormányzati segítséggel jelentős fejlődésen ment keresztül. Tavaly évben ez azt jelenti, hogy 8%-os növekedést tudtak elérni, és jövőre is hasonló sikereket várnak. A korábban veszteséges vállalat így tavaly már mintegy 500 millió forintos nyereséget termelt. A 2014 éves gazdasági évhez képest a tavaly 2015-ben összesen egy 8%-os árbevétel bővülést értünk el. Úgy gondolom, hogy ez a bővülés annak köszönhető, hogy a piacok ismét bizalmat szavaztak a gyulai húsipari termékek iránt, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt ilyen rövid idő alatt sikerült elérni. A fejlődés idén is folytatódik. Hamarosan elindul az a 10 milliárd forintos fejlesztés, melynek keretében egy új húsüzemet és egy új vágóhidat is kialakítanak. Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere azonban elmondta, a bővülés kizárólag a sertések egyet számának emelkedése mellett érhető majd el. Magyarország kormánya által megfogalmazott sertés stratégia célkitűzése jelenlegi 3 millióról 6 millióra nőjön a sertések egyet száma Magyarországon. A vágóhídnak, Gyulán akkor van értelme és gazdasági racionalitása, hogyha sertés stratégia sikeres, tehát ha van mit levágni. Természetesen ebben számíthatunk szövetségesként a kormányra, miniszteri biztos úrra is, és dolgozunk azon, hogy ez a tervünk ez megvalósuljon. Az orosz export felfüggesztése 2013-ban jelentős kiesés jelentett a húsüzem számára. A szakértők viszont komoly lehetőséget láttak, például a távol-keleti piacokban, ahol folyamatosan keresik a jó minőségű sertéshúsból készült termékeket. A japán piac keresi az igényes, jó minőségű sertéshúsból készült termékeket, és keresik magát a húst is. És az a meglátásom, hogy az a külgazdasági döntés, hogy az orosz embargó miatt nyissunk egyrészt Nyugat-Balkánra, illetve nyissunk Távol-Kelet azon országaiba, Dél-Korea, Japán, Szingapúr, mind-mind azt eredményezték, hogy sikerült az orosz embargó által, hogy így mondjam, kiszorított terméknek piacot találni ezekbe a térségekben. Az utóbbi években számtalan hazai és nemzetközi elismerést kaptak az innen kikerült termékek. Tavaly például Brüsszelben két aranycsillagot is nyert a gyulai kolbász. A gyulai hús legközelebb márciusban Tókióban a nagy élelmiszeripari kiállításon mutatkozik be. Munkácsi negyed létrehozásán dolgoznak Békés Csabán. A projekt célja egy egységes, karakteres, a város mindennapjait gazdagító kulturális negyed létrehozása, amely erősíti a csabai identitást és több látogatót vonzza Békési megye székhelyre. A megvalósítás részleteiről, előkészítéséről konferencián értekeztek a szakemberek a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Szalai Ágnes történész előadásában a tervezett Munkácsi negyedben szereplő létesítményeket járták körbe a résztvevők. A hotelfilmet, amely ugye mai honlózatát 1894-ben nyerte el, és 1890-ben még eltöltött itt egy éjszakát Munkácsi Mihály. A területfejlesztési operatív program keretében a város összesen 13,2 milliárd forint elköltésére jogosult, ennek része a Zöldváros projekt, amely a belváros rehabilitációjának harmadik ütemét jelenti. A kulturális negyed létrehozása a Munkácsi kultusz ápolását és a belváros rehabilitációját ötvözi. Szeretnénk a zöld felületet továbbra is növelni, olyan városi rekreációs zöldövezeti részeket kialakítani, ahol az ifjúság megtalálhatja magának a fontos
programokat, lásd fitness parkok kialakítása, tematikus játszóterek kialakítása, gazdaságfejlesztést, ösztönző tevékenységet is meg szeretne valósítani a város. A fejlesztés több olyan műemléki és természeti értékkel bíró területet, létesítményt foglal magába, mint a Széchenyi-liget vagy a magánkézben lévő Istvánmalom, illetve a városon átvonuló élővíz csatorna partja. Ezeknek a területi összefogásával, ennek a kulturális programnak a végvitelével ezeken a helyszíneken egy olyan új turisztikai attrakció fog reményeink szerint kialakulni, ami majd tömegeket csábít Békés Csabára. Ennek zajlott már egy tervpályázata, amin a mi irodánk is részt vett, itt számos elképzelés már kezdett testet ölteni. Ezt boncolgatjuk tovább itt a konferencián. A kulturális negyed kialakításának célja egy élhetőbb békéscsabai városkép, valamint hogy minél több látogató érkezzen a megyeszékhelyre, megismerni az egyedülálló munkácsi hagyatékot. Változások a műszaki vizsgáztatás szabályaiban. 2016. január 1-től kezdve a személygépkocsik, bizonyos kis tehergépkocsik, valamint az egyes pótkocsik vizsgáztatását csak úgynevezett külső vizsgahelyeken lehet elvégeztetni. További változás, hogy lekerül a rendszámtáblákról a környezetvédelmi plakát, valamint a műszaki érvényességet igazoló körcímke. Egy teherautó fékvizsgálatát végzik Békés Csabán a közlekedési hatóságnál. 2016. január 1-től több pontban is megváltoztak a vizsgáztatás szabályai. A nem közlekedési szolgáltatást végző személygépkocsik és a nem speciális felépítménnyel rendelkező kis tehergépkocsik, valamint a kis pótkocsiknak a vizsgáztatását úgynevezett külső vizsgahelyen lehet csak elvégeztetni. A Békés megyei kormányhivatal 40 külső vizsgahelyel kötött hatósági szerződést, ahol ezeknek a járműveknek a vizsgáztatása történik ezentúl. Az oktatóautók, taxik, valamint az emelőplatós kis teherautók műszaki vizsgálata továbbra is a közlekedési hatóság feladata. A megyeszékhelyen 10 külső állomás közül választhatnak a gépjármű tulajdonosok. Lényeges változás, hogy ezentúl nem kötelező az előzetes műszaki átvizsgálás. Ha a tulajdonos ezt nem kéri, abban az esetben csak a vizsgadíj számítható fel. Személygépkocsik esetén ez 16.290 forint. Mi minden további nélkül ezt meg is csináljuk, viszont felhívnám a kedves ügyfelek figyelmét arra, hogy amennyiben nem kérik a műszaki előzetes műszaki átvizsgálást, és elindul a hivatalos műszaki vizsga, onnan nem nyúlhatunk az autóhoz, abban az állapotban, ahogy jelentkezett, vizsgáztatni kell az autót. További változás, hogy januártól a sikeres vizsgát követően lekerül a rendszám táblákról a környezetvédelmi plakett, valamint a műszaki érvényességet igazoló körcímke. Ez utóbbi bekerül a forgalmi engedélyekbe. Elkezdték kivágni a veszélyes helyzetű fákat a Köröspart 3 kilométeres szakaszán a Veszelyhídtól a Csabagyöngyesorig. A vízügyi igazgatóság szakemberei csak a közvetlen élet- és balesetveszélyt jelentő, elsősorban neműshonos akácfákat távolítja el. A tervek szerint a vártnál hamarabb, jövő hét elején végeznek a munkálatokkal. Fákat vágnak ki a Körösparton. Még tavaly előtt érkezett jelzés a vízügyi igazgatósághoz, hogy fák dőltek ki és ágak estek a kerékpárútra. 112 fát jelöltek ki és minősítettek veszélyesnek. Ezek döntő része a bicikliút töltésén van. A épületek ingatlanok állagát, illetve az áramellátás biztonságát veszélyeztetik ezek a fák. Az ezen a szakaszon közlekedők testi épsége sem volt biztonságban a korhat előregedett akácfák miatt. Hát ezek 60-70 éves fák, a kivágott fák döntő része akácfa. Ezeknek a fáknak a vágáskora 30-40 év között van. Tekintettel arra, hogy kiemelten közjóléti szerepet töltenek be ezek az állományok, ezért mára már túltartottá váltak. A kivágott fákat őshonos fajokkal pótolják. A 112 növény kiválasztása előtt vizsgálatot végzett az igazgatóság, az önkormányzat és a civil szervezetek, hogy tényleg csak veszélyes fákat vágjanak ki. Sokan ebben a hideg téli időben is kerékpárral közlekednek, és mint ahogyan hallatszik és látszik is a hátam mögött, folyamatosan zajlanak a munkálatok. Itt a Körösparton működik a fakivágás, a fakitermelés, és emiatt pedig a kerékpáros forgalom akadályozva van, mégpedig a Veszélyhídtól egészen a Csabagyöngyesorig.
Reggel 8-tól délután 2 óráig a biciklisek, a motorkerékpárral közlekedők folyamatosan számíthatnak forgalomkorlátozásokra, úgyhogy erre készüljenek a vízügyi igazgatóság szakemberei, arra kérik a közlekedőket, hogy ebben az időszakban figyelmesen, óvatosan közlekedjenek, figyeljenek oda. A szakemberek figyelnek a közlekedők biztonságára, és minden fadöntés előtt egy rövid időre lezárják a kerékpárutat. Február 29-éig kapott a vízügyi igazgatóság engedélyt a kitermelésre, de ha minden jól megy, már a jövő hét elején végeznek a munkával. Az autósok tavaly vették használatba az Orosházi úti turbókörforgalmat. Azóta több panasz is érkezett, amelyben a sofőrök vagy a közlekedést segítő táblákat hiányolják, vagy éppen kiépített szegélyekkel gyűlik meg a bajuk a gépjárművezetőknek. Ezért a sávszélesség kérdésében a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgálat lefolytatását rendelte el. Egy személyautó fordul éppen vissza az új Orosházi úti felüljáron. Gyakori látvány ez, mióta átadták a hidat. Hiszen sok autó számára nem egyértelmű az új turbókörforgalom használata, és a kiépített szegély miatt a sávváltásra sincs lehetőség. Nincs rendesen kitáblázva, hogy hol tudnak balra elmenni a híd alatt, tehát itt ezekkel látjuk mi a gondot, problémát. Ki Jaminából jön, meg arról a vidéki részről jön, lehetetlen befordulnia, mert mint ahogy látszik, esetleg ilyen macskaköves barázdákkal van akadályozva, hogy ne forduljon be. Itt még nem gyorsul fel a forgalom annyira, hogy balesetet idézne elő. Mindenki átmegy a hídon, és ahol tud, szabályosan, szabálytalanul, gyorsan visszafordul, hát talán nagyobb balesetet idézhet elő ott az a rész, mint hogyha itt engedni az elfordulást. Az autós iskola oktatója éppen az új turbókörforgalmat próbálja ki tanítványával. Itt a keskeny sávszélesség gyakran jelent gondot a nagyobb gépjárművek esetében. A szakértők szerint azonban kellő óvatosság és biztonságos sebesség mellett elkerülhető, hogy az autó rámenjen a kiépített szegélyre. Nagyon lassú tempóba és egyenletes ütemmel lehet csak végigkanyarodni. Veszélyes tulajdonképpen maga a terelőkúp, mert ha felszalad rá a jármű kereke, megdobhatja az autót. Hosszú nagy járműnél akár a hátsó kerék végigkövetheti ezeket a bójákat, tehát ezért mindenkinek javaslom, aki ebbe a körforgalomba közlekedik, hogy biztonságos sebességgel közelítse meg, és egyenletes tempóba a lehetőség szerint a forgalmi sáv közepén helyezze el a járművet. Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-t, akiktől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az Orosházi úti felüljárónál található turbókörforgalom a szabványoknak és az építési engedélyeknek megfelelően készült el. Némely esetben azonban a teherautók rámennek a kiépített kiemelt szegélyre. Ezért a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgálat lefolytatását rendelte el, melyet tavasszal fognak elvégeztetni. Immáron az egymást követő második tanévben egyáltalán nem használható az Esélypedagógiai Központ óvoda, általános iskola, speciális szakiskola Gyulai Páncél Imre tagintézményének tornaterme. A helyiség kiemelt szerepet töltene be a tanulók mozgásfejlődésében, illetve fejlesztésében. Az ügyben megkerestük az intézményt is, jelenleg úgy tűnik, hogy ebben az évben megvalósul a felújítás. Ez a rész rázott be teljesen, és ennek alapján egészen a fal végig le. Látszik, hogy az esővíz becsalód, és itt szinte napi szinten kell föltörölnünk. Szabó Éva intézményvezető mutatja a nem túl jó állapotban lévő tornatermet. A helyiséggel már többször adódtak gondok, 2014-ben azonban egy lámpatest is lezuhant. Az iskola vezetése természetesen nem kockáztathatta a gyerekek és fiatalok testi épségét, ezért a helyiség lezárása mellett döntött. A TAK intézményt ebben az évben kapcsolták az Esélypedagógiai Központhoz. Nyáron készült egy fejlesztési tervezet, amely több tanterem mellett ennek a szobának a felújítását is tartalmazza. Lapos tetős épület, aminek a tetején megáll a víz, így látszik, hogy a tornaszobának az egyik része folyamatos beázás alatt áll. A tetőszerkezet is, a falak is, és maga a padlóburkolat is valószínűleg, hogy cserére szorul majd. Padog Lajos tanácsnokhoz, önkormányzati képviselőhöz több jelzés is érkezett az érintettek a szülők részéről. Felkarolta a kezdeményezést, mert fontosnak tartja, hogy az illetékesek minél előbb rendezzék a kialakult helyzetet. Azért is sürgősnek tartja a helyreállítást, mert az intézményben 182-en járnak.
Hát először 2015 évközben hallottam arról, hogy itt bezárták a tónatermet. Én vártam egy darabig, és úgy gondoltam, hogy ez meg fog oldódni. Majd most 2016. január elején újra tudomást szereztem róla, hogy itt nem változott semmi, és innentől kezdve én úgy gondoltam, hogy most már lépni kell ez ügybe, hogy ez egy kicsit meg kell mozgatni dolgokat az ügyben. Lányi István a szülői munkaközösség vezetőjének gyermeke is az intézménybe jár fejlesztésre. Ő is azt hangsúlyozza, hogy nagyon fontos a terem a fiatalok mozgás fejlesztésében, fejlődésében. Hozzátette, ő is észrevette azt, hogy a lánya nem mozgott eleget a nap folyamán. Amióta az intézmény arra kényszerült, hogy bezárják a tornatermet, például a saját lányunkon érezzük, hogy olyan napokon, amikor nem tudnak kimenni sétálni, vagy nem tudják az udvart használni, mert rossz idő van, esés idő van, a mozgáshiány elég komoly túl energiákat jelent benne, amikor este hazatér. Az intézményben jelenleg közösségi tereken, folyosókon, kis termekben tartják meg a testnevelés órákat. A tervek szerint a felújítás ebben az évben elkezdődik majd, és az esztendő végén akár igénybe is vehetik a diákok a tornaszobát. A Munkácsi Emlékház évek óta szervez műterem látogatásokat a művészetek iránt érdeklődőknek a Magyar Kultúra Hete program keretében. Idén a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola fogadta a látogatókat. A résztvevők ezúttal az iskolában folyó művészeti oktatásba pillanthattak be. A Munkácsi Emlékház már több esztendeje szervez műterem látogatásokat a Magyar Kultúra ünnepi hetében. Ilyenkor az érdeklődőknek lehetőségük van megismerni a menye művészeit, leléphetnek az alkotók műhelyébe, és akár az éppen készülő műveket is megnézhetik. A Magyar Kultúra ünnepi hetében szoktuk általában megkérni a művészeket, hogy hadd tekintsünk be a műtermeikbe. Nagyon sok Békés Csabai művésznél voltunk, hiszen hosszú évek folyamán megy már ez a program, mert ilyenkor nem csak a művészt látjuk, nem csak a kész műveket, hanem azt a folyamatot is, amiben készülnek ezek a dolgok. Tehát egy ilyen személyesebb találkozás a művészekkel. Éppen vizsgamunkáikon dolgoznak a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium Művészeti Szakközépiskola végzős diákjai. Száva Brigitta textil szakra jár. Egy különleges technikával készíti el kiegészítőit, amellyel a Moholy Nagy Művészeti Egyetem textil tervező szakán tovább szeretne foglalkozni. Ebben az évben fogok szakvizsgát tenni, és a vizsgamunkánkat készítjük az egész év folyamán, és nem is olyan rég volt fél éves terítésünk, ahol be kellett mutatni, hogy ebben a folyamatban hol tartunk, és én a makramé csomózás technikával készítem majd el a vizsgamunkámat, ami egy öltözék kiegészítő. Az iskolában tett műhely látogatásokon munka közben láthatták a tanárokat és diákokat, a grafika, a textil, a festő és a fotó termekben, illetve megnézhették azt is, hogy miként hasznosítható egy patinás villa a művészeti oktatásban. A szervezők elmondták, jövő januárra is különleges programmal készülnek a képzőművészet kedvelőinek. Ez volt már a híradó. Híreinket és műsorainkat megtalálhatják a behír.hu oldalon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!